Sziasztok! Elég komoly dolog fog most itt történni, ugyanis a mostani helyzetben egy meglehetősen pozitív, kicsengésű videóban vagyunk most. Az a megtiszteltetés és szerencseért, hogy járt nálam nemrég egy srác Áron, aki hozott nekem uborka szörpöt, és én elfogadtam. És azt fogom most megkóstolni. Kurva jó uborka szörpöm van. Két üveggel, még egyiket sem bontottam ki vagy fel, nem tudom, hogy hogy helyes elvárásokkal ülök itt, de meglátjuk, hogy a szörp meg fog-e felelni, tudni felelni. Azért annyira nem nagyok a elvárása, én tehát szeretem az uborkát, imádom a szörpöt, úgyhogy ez a kettő együtt egy nagyon jó kombónak ígérkezik. Megkeresem. Hova is tettem? Na várjunk csak. Így néz ki a cuccos. A Spice nevű kis cég gyártja Keszthelyen. És rá is van írva, hogy uborka szöv, tehát biztos az van benne. 8-szoros hikítással fogok dolgozni. Érdekes, mert hogy szagra inkább csemege uborka szaga van, de lehet, hogy amiatt, hogy van benne citrom is és menta is, bekeverek egyet. Na, én körülbelül próbáltam figyelni, hogy 8-szoros legyen a hígítás. Először külön egy kis kóstoló. Ez nagyon finom. Tényleg. Ez kajak uborka ízű. Nagyon érdekes íze van, nagyon különleges, finom, elsőre azért egy kicsit szokatlan. Van egy ilyen kis. Tehát valaki azt mondaná, hogy ez egy olyan koktél, ami egy kicsi uborkát és egy kicsi alkoholt is tartalmaz, akkor elhinném, de elvileg nincs benne. Tök jó. És azt érzem, hogy tényleg jobban érzem magam, nem fáj a nyakam, vállam, derekam azóta. Mondjuk előtte se fájt. El tudom képzelni, hogy nyáron ezt fogom inni. Ugyanígy itt a konyhában. Hali.